ember, ha kíváncsi vagy, elmondom. Reménytelenül pocsék minden. De erősen érzem, hogy hamarosan valami zsírúj történik. Olyasmi, amit el sem képzelhetek. Nem titok. Mióta az eszemet tudom, áll a levegő körülöttem, mégis lefogadom, hogy záros határidőn belül Tóth Ágast áll velem a világ. Ne kérdezd, hogy az jó lesz vagy rossz, gőzöm sincs. Egy biztos. Per pillanat ultraszar a helyzet. Napokban már csak olvastam. Egész éjjel, megállás és evés nélkül csak brunyán jártam az udvarra. Ez már, ha élne még, Cool Burst nagyinak is betenne. Kicsapna az utcára, vagy kipingálná magát, és lerángatna a Destinationből, hogy inkább dobjunk be két felest. Basszus, annyit olvasok, hogy elalvás előtt fekete karikák hullahoppoznak előttem. Hajnal felé beleszédülök a hányingerbe. Nem azért olvasok ennyit, mert nincs jobb dolgom, hanem mert egyelőre nem tehetek semmit. Köztünk szólva, az is a pakliban van, hogy nem sokára bedobom a törölközőt. Addig is rémnagy blamázsokról szóló könyveket falok. Persze, vannak, akik azt állítják, hogy minden rosszban van valami jó, de ha tudni akarod, a rossz olyan, amiben semmi jó nincs. Attól rossz, hogy nincs jó benne, nem? Vagy mégis van, csak azok hajtogatják, akik megjátsszák magukat, és azt hiszik, hogy az ilyen sommás baromságoktól okosabbnak tűnnek, meg olyanoknak, akik pozitívan állnak hozzá az élethez, de valójában sehogy sem állnak hozzá, csak másokat szajkóznak. Így megy ez, így száll a hülyeség, apáról fiúra figyel csak meg, és ez rémhervasztó. Egyesek óránként böfögnek ilyeneket, mint például Kazimír vagy Dick. Figyelj, egész gyűjteményem van utálatos szólásokból. Pozitívan állni hozzá az élethez. Hát micsoda hülyeség. Hát, mint az élet galván elméleti dilemma volna, mintha Faraday és Edison fröccsözne. Hányszor hallom ezt is, a pénz nem boldogít. Te hallottad már? Lefogadom, aki ezt mondja, még egyszer sem váltott vissza üres üveget. Csak a szél lengeti a pofáját. Tudod mit? Ha megint ezt hallom valakitől, az arcába vágom, akkor adj egy kis kölest! Ne légy más mucik, hát mi az neked az a néhány százas? Hát én 1000-ből ellébecolok fél évig is, neked meg az sem tűnik fel, ha fél millával vág meg a könyvelőd, vagy Vegasban a te kontódra zsugázik az üzlettársad, még a sofőröd is a te lóvédból fizeti a prostikat. Talán sejted is, hogy aki csak teheti, megvág téged. A titkárod havonta pár ezerrel, a kubai bejárónő napi 2 szappannal, gondolom, mindez belefér. Az üzletpolitika része ez is. Tele a hűtő, ott rohad a tofu. Hát akkor meg minek? Mihelyst tárgyalni mész? Pizza? Ez vajon melyik rubrika a főkönyvben? A körülötted élőket csakis a lecsúranó izgatja, és most azt mondod, hogy sajnálod tőlem azt a néhány százast, hogy kipróbálhassam, boldoggá tesz-e a pénzed legalább pár órára, hogy végre annyi waffelt tehessek, amennyit csak belém fér, és te ezt tagadod meg tőlem, ó, te szemét, álszent, fehér rohadék, hogy akkor inkább fogtad volna be a pofádat. Klassz volna egy ilyen tőzsdegurut kiosztani. Oké. Most, hogy nincs se sok, se kevés, valóban nem a pénz boldogít. Per pillanat inkább a könyvek. Más kérdés, hogy azokat is pénzért vettem, kivéve amit Goblina a barátom küldött. Az Istenit, hát ő is perkált érte. Egyébként olvasok akkor is, ha jól megy a szekér. Szeretem a könyveket. Tényleg. Több oka is lehet ennek. Az egyik a genetika. Lassan már mindenről a DNS tehet. Gogol. Hol van az már, amikor a köpenyéből bújtunk elő?